Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbba esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarka Endre vagyok, ez pedig a felfelé zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sostragédiájáról. tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá. Lehetett volna más kép? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a potpet.hu oldalon. Bár Magyarországon sztárkultuszról nem, vagy csak igazán kirívó esetekben beszélhetünk, Flipper Öcsi egyike volt azoknak a hírességeknek, akért a 80-as években tömegek rajongtak. A közönség olyan legendás formációkból ismerheti, mint a Hungária vagy a Dolliról, de szóló karrierjének is voltak figyelemreméltó állomásai. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Gina, a Tedd a szívedre a kezed, vagy az Arrivederci Amore. A szakmai sikerek ellenére magánélete meglehetősen terhelt volt, kétszer vált el. Súlyos alkoholizmusa, amelyről állította, hogy nem valós probléma az életében, végül a halálát okozta. Örök jókedélyű, életigenlő emberként emlékeznek rá a szerettei ma is. Állítólag mindig, minden pillanatban szórakoztatott. Akkor is, amikor éppen nem állt színpadon. Flipper öcsi közel 20 éven át volt az alkoholrabja. Mindössze 46 éves volt, amikor meghalt. Ezúttal zenistársával, Nova Igáborral, féltestvérével, vikivel és Salendre újságíróval beszélgetek. Tudod azt nekem érzékeltetni, hogy Flipper Öcsi mondjuk a 80-as években, mekkora sztár volt Magyarországon? Olyat is lehetett hallani, Mester Tamás például azt mondta, hogy a beatles vetekedett a népszerűsége. Hát ahhoz hasonló volt, igen, röviden, nagyon nagy sztár volt, de bővebben ö, 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 olyan, ö, ö, olyan élmények, ö, kapott, mint tényleg a Beatles annak idején, hogy, hogy lányok úszájában mehetett akár hova, akár, akár, egy, egy kávéházba, vagy akár egy trafikba, vagy akár hova ment, ő úszáj követte, egy lány, lányokból álló úszáj követte, a lépcsőház telefirkálva, öcsi szeretlek, és a többi. És, és, hát igen, abban, abban, az időben még volt egy ilyen nagy sztárkultusz, ami, 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 sokkal nagyobb volt, mint most. Nem zavarta meg mindez az ő fejét? Ja, arra, ha arra gondolsz, hogy, hogy elborult adja teljesen kifordulva személyiség, kifordult a személyisége, azt nem, mert közvetlen maradt mindvégig mindvégig barátkozó, közvetlen, egy nagyon érzékeny uh, művész lélek volt, és, 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 nagyon szerethető figura. Ha akkor azt mondja neked valaki, hogy Flipper öcsének a végzete az lesz, ami. Hmm? Elhitted volna? Nem, mert én abban a stádium, abban a korszakában uh, dolgoztam vele, uh, a Hungáriába, a Dolirólba, amikor még abszolút uh, Józan életű ember volt. Nem is láttál rajta békétlenséget, valami sebet, lelki bajt? Hát a sikerek kellős közepén nem látszik. Én, én a sikeres korszakát éltem meg vele, és, és akkor nem látszott semmilyen tüske benne, vagy semmilyen személyiség torzulás. Te hogy emlékszel vissza? a bátyádra. Milyen ember volt ő, mert olyan ellentmondásos, meg olyan sokszínű az ő megítélése, hogy kíváncsi vagyok, hogy te, aki nagyon jól ismerted, hogy emlékszel vissza rá? Gyerek volt. Szerintem ő egy örök gyerek volt, akivel már húsz évkor különbség van közöttünk, Valahogy ez igazán sosem volt érezhető, és egyébként az édesanyánk is mindig úgy nyilatkozik, hogy hát, hogy, hogy mi egy szinten voltunk mindig, <laughs> a hülyeségben legalább. Tehát te, te volt a tehát 12-32, és ugyanúgy bolondoztatok? Igen, tehát volt olyan, hogy, hogy ugráltunk a szoba közepén, nevedgéltünk, az anyukám sosem értette, hogy hogy lehet az, hogy ő mondjuk megérkezik valahonnan, és akkor 10 percig néma csöndben öleljük egymást. Hogy ez miért? Anyukám egyébként sem egy ilyen ölelgetős típus, és, és számára ez, ez végképp érthetetlen volt hm. mindig. Az anyukánk egyébként is egy ilyen nagyon, nagyon visszafogott, nagyon szigorú, szigorú anyuka, anyukaként viselkedett velünk. Ő és öcsivel is így járta? Egyébként öcsivel nem. Tehát az öcs, öcsivel öcsi volt a, a, a gyenge pont, vagy nem is tudom, tehát ő a szíve csücske. Igen? <laughs> igen. Tehát és, rá nem tudod és haragudni. Igen, nyilván az anyukák a fiaikra nem annyira, vagy nem úgy kezelik, vagy, vagy nem tudom, szépen néz a, 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 kisfia, és akkor elolvad, vagy mond két olyan mondatot. Azt csinált anyukáddal, amit akart? Kis Gyakorlatilag túlzása. igen. igen. Tehát, hogyha azt mondta anyukámnak, hogy anya, három percet van, kapd össze magad, indulunk, indulunk, <laughs> akkor anyukám össze is kapta magát. Volt is olyan, amikor kicsit irigykedtél rá, vagy féltékeny voltál emiatt a bátyádra? Nem is féltékeny voltam én, hanem igazából én ezt úgy fordítottam magamban, hogy, hogy nyilván korban, tehát az anyukám sokkal inkább meg tudta beszélni a dolgait, és a, a bátyám sokkal jobban meg tudta beszélni a dolgait az édesanyánkkal, mint én. Tehát én azért távol voltam. Hogyha, hogyha én bármit kérdeztem az életéről, mondjuk akár a később ö, a szenvedélybetegségével kapcsolatban, akkor, akkor engem leintett azzal, hogy hogy, ö, hogy nekem még gőzöm sincs az életről, és ne tegyek fel ilyen jellegű kérdéseket. Ezt indulatosan tettem? Nem. Nem. nem angy, angyalkám, neked még gőzött sincs. Olyan szépen, mosolyogva tudott nekem olyan kedves dolgokat mondani, és közben emlékszem rá, hogy bebújtam az asztal alá, és ott egész este. De miért? Mert annyira annyira igaza volt. Mindig azt éreztem, hogy, hogy ő valahogy annyira kedvesen tud olyan lényeg, lényegre törően fogalmazni, és olyan számomra fontos dolgot mondani, amivel a szívem ighatol. Te tudsz egy pontot, hogy hol kapod Gellert az ő élete? Ez nagyon érdekes, ezen nagyon sokat gondolkodtam egyébként, és ez valószínűleg egy nagyon összetett kérdés, Egyrészt az, hogy párkapcsolat szinten sikertelen volt, valahogy, valahogy nem találta igazán a párját, vagy, vagy nem tudott, vagy ez az elköteleződés, mint olyan, ez, ez, egy, ez egy nagyon problematikus dolog volt az ő életében. Ez az egyik, hogy valószínűleg ilyen tizenéves tizen korában, vagy tini korában volt egy nagy szerelem, és ott, ott egy idősebb, pár évvel idősebb hölgybe volt szerelmes, és az egy, az egy nagyon szép kapcsolatnak indult. Ő akkor szerintem azt gondolta, hogy, hogy ő a szerelem által kap egy egész családot is, és, és aztán ez, ez nem jött össze úgy, ahogy ő ezt kigondolta. Volt, aki azt mondta, hogy egész életében ezt az érzést, ezt a szerelmet kereste. Valószínűleg így van. Én akkor ugye még nem éltem, vagy csak egészen pirinyó voltam. Úgyhogy tényleg ilyen emlékfosztlányok sincsenek szinte, csak azt gondolom, hogy emlékszem rá, mert láttam fényképeket, meg vannak érzések, amik megvannak, de hát nyilván csecsemőkorból azért nagyon nehéz odáig visszanyúlni. Ő emlegette ezt neked valaha? Hogy mi lehet azzal a nővel? Ott lehetett volna egy családom. Nem, nem, soha. És soha nem elégedetlenkedett. Nem, nem, volt ez a típus, és, és, nagyon érdekes, hogy, hogy mindenről lehetett vele beszélgetni, egy hihetetlenül intellektuális forma egyébként, tehát hogyha, hogyha hazajöttem az iskolából, és mondjuk irodalom volt a témakör, akkor bármit kérdezhettem tőle, történelemből, matematikából, fizikából, tényleg nagyon sokrétű, nagyon, nagyon érdekes személyiség volt egyébként ebből a szempontból de soha, soha nem panaszkodott, ő mindig jól volt. Szerinted ő tényleg mindig jól volt, csak, vagy csak ezt akarta elítetni magával és a külvilággal? Nyilván nem volt mindig jól. Szerintem ez valahol egy állarc volt, de a problémáiról az biztos, hogy nem szeretett beszélni, és volt egy ilyen mondása is, hogy, hogy angyalkám szomorkodni még a hülye is tud, nem, nem az a nagy kunst. Hm, ez még jó mondás. Igen. Én szeretem. De de sokszor beszélt a Mártáról, az első szerelméről, és, és ő szerintem végig egy nagyon meghatározó nő, nő eszménykép volt az ő szívében. Rengeteg testéses vagy szóval csaja, lehetett. Ő nagyon befutott ember volt, rajongtak értelmű. Soha nem láttad úgy igazán boldognak hosszú távon? Tehát, hogy úgy hogy megtalálta volna a társát, lenyugodott volna, látott volna maga előtt egy párkapcsolati perspektívát? Nyilván nagyon vágyott rá, de nem láttam megnyugodni soha. Ugye volt az első feleségével, talán ötször adták be a vállókeresetet, és azt úgy vártak el, hogy az ölében ült, tehát a vállóper, az ölében ült a volt felesége. Tehát ők ilyen sevelet, se, verett, se kapcsolatot tartottak fenn? Nem, valójában nem, hanem ők, tehát hogy tényleg az öcsit úgy kell elképzelni, hogy, hogy, rá senki nem tudott haragudni, Egyszerűen mindenkit le tudott venni a lábáról két mondattal, hogyha előző nap, nem tudom, kiderült, hogy ő kilépett a dolirólból, akkor másnap fölhívta Nova bácsit, hogy, hogy akkor mikor megy a stúdióba, tehát hogy, hogy egyszerűen ö, neki ilyen lezáratlan dolog, tehát hogy ő így átfolyt egyik pillanatból a másikba, és, ö, és szerintem nem voltak lezárva vagy kimondva dolgok így a, az, az életében, hanem ő nem, nem is tudom, hogy ez ez miféle. Hogy menekül egy kicsit, nekem most úgy tűnik, egy kéretlenül pszichologizálva, mintha menekült volna a konfliktusok és a problémák elől. Ez biztos, hogy így van, igen. A konfliktusai mondjuk fenyővel, és ugye ez a Hungáriával kapcsolatban is azért mm. már túlmutatott dollival, a dolliról kapcsolatban. Ezeket kiindukálta? Ez belőle fakadt? Hogy ő azért ott hagyta ezeket az együtteseket? E, e, az Hungária ö, és a dolliról váltás, az, az, az nem rajta múlott. Ő szívesen maradt volna a Hungáriába, a fenyővel ugyanúgy, élete végéig szinte. A dolly volt igen, igen, volt egy váltás, de nem igazán erős váltás volt, tehát őnek váltásra való hajlam az nem volt benne, mert szerintem ne ezt kívülről irányították. Hogy hagyja ott a, a Dollyról? Igen. Ö, elég méltatlanul történt, amennyire én tudom, egy rádiófelvételről ő nem ment el, és Dolly a rádiófelvétel közepén tudta meg, hogy tulajdonképpen Flipper öcsiek kiléptek az Együttesből. Ez igaz? Nem, hát ez úgy nézett ki, hogy engem, engem meg a kékes behívott, én voltam akkor a zenekarvezető, és behívott a lemezgyár szerkesztő, és azt mondta, hogy két hírt tudok neked mondani. Az egyik egy jó, és a másik meg egy rossz. És melyikkel kezdjem? És akkor mondtam neki, hogy jól kezd a rosszal. Azt mondta, hogy kézzed el, a fiatalok elmentek tőletek. Tehát kiléptek az együttesből. Ez volt a rossz. És mondom, mi a jó? Azt mondja, hát ti is, ti tovább folytathatjátok a lemezgyár szerződésetek. Hmm. Tehát így, így tudtuk meg, hivatalosan is. Hogy De a... Dolly nem így tudta meg, ő a rádiófelvétel ő, ő a rádiófelvétel. Azért az Visszás. lássuk be, nem volt túl elegáns. Nem. Nem. Nem merte megmondani Dollynak, szerinted? Nem. Nem. Abszolút. Nagyon bizonytalan volt ezzel kapcsolatban, a kilépésével kapcsolatban, tehát táncolt volna ide, táncolt volna oda, ezt is szerette volna, azt is szerette volna, és amikor éppen már arról tárgyaltunk, hogy hogyan oldjuk meg a flipperőcségek nélkül a, a dolly ról a az szerződésünk alapján, akkor eh, ott volt nálunk az a, a ori képviselője is, és beszélgettünk, beszélgettünk, ezt egy csak csöng a telefon, felveszem, flipperőcség. Gabikám, Gabikám! olyan gyors beszédem volt. Gavikám, Gavikám, akkor mikor próbálunk? Mondom, öcsökem, hát ma reggel tudtam meg, hogy ti kiléptetek. Tehát ő bizonytalan volt még ebben, tehát ő még visszatáncolt volna, de akkor már szerintem el volt döntve. Ki által? Ki volt az, aki ennyire fölpiszkálta őt? Szerintem az, a lemezgyárnak volt egy ilyen módszere, hogyha egy együttes jól ment, Eladott 500 ezer példányt, vagy jó sok példányt, vagy aranylemezt, gyémánt gyémántlemezt, akkor, akkor a szikora ugye abban az időben kilépett a Hungáriából, és a szikora csinált szintén 250 ezer példányt a, a az lemezgyárnak, Ergóban. az Ergóval. A Hungária is csinált 250. Hát már jobban járt a lemezgyárnak, gondolom vérszemet kaptak, és azt mondták, hogy jaj, de jó, ha letelt a a, eléri a, a zenekar a zenitet, és a csúcson e, e, valamilyen e, változtatást kéne csinálni, ki, ki, kiveszünk belőle két embert, akiből... star csinálunk, így duplikáljuk a hasznot. Igen, és, és akkor a, a hasznot. Én szerintem ez van, de lehet, hogy ez csak ilyen összeesküvés elmélet, de... Te tisztázták ezt Dollival? Valaha? Azt hiszem, hogy nem egyszer még színpadra álltak együtt. Tíz év után. De, de akkor a, ez a 95-ös Népstadion koncertre gondolsz? 98-asra. Úgy tudom, hogy akkor egy dolog. Dolliról... Ja, az, az, már éget. Az már egy másik eset volt. 98-ban csináltunk egy, 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 egy sportcsarnokot, ahova meghívtuk a, a, a régi tagokat és mindenki ott volt a dedi is ott volt és a, összeállt a régi felállása a Dolirólnak, akkor már ugye enyhült ez a, ez, a, ez, a, ez a fájdalom de én úgy tudom hogy a a a, a, dolly, a kékes és a a, a igazán ö, nem volt nem voltak nagyon nagyon jóba tehát nem, nem, jártak össze, nem beszélgettek, nem ültek le egy, egy kávéra, semmi. Te hallottál valaha bűnbánatot öcsi részéről? Nevezetesen, hogy ezt nem biztos, hogy meg kellett volna tennem. Volt, volt ilyen. Nekem el, elárulta, hogy, hogy, hogy neki segítségre lett volna, amikor már az önálló karriert kezdte, akkor neki kellett volna segítsége. Szerinted mit tette tönkre Flipper öcsit? Hát a siker hiánya. Én azt mondom, hogy számára az úgy működött, hogy idő után a siker maga volt az ajzószer. És ugye ezt nem kaptam meg, innentől kezdve várható volt, hogy el fog sorvadni. És így is történt sajnos. Ki hogy ő nem kapta meg ezt a sikert? Részben rajta, részben meg azon múlt, hogy túl korán kapta meg az első adagot, az első dózist. Tehát ne felejtsük el, hogy 20 éves volt, amikor a bekerült a Hungáriába, hogy a Kasták a Fernyő Miklós felfedezte, és hát onnantól kezdve 20 évesen övé lett a világ. Hát ugye egy sármos fiú volt, a lányok megőrültek érte, és mindent megkapott, mindent megtehetett, nem volt olyan, ami, ami, aminek nem lehetett részese, és hát megszokta ezt a sikert. Ugye csak egy évig tartott, és onnantól kezdve szerintem már csak kerestem magát, már a Dolly rollban sem volt ugyanaz, hiszen a Dolly Roll volt ugyanaz, mint a Hungáriának. Ő tudta azt lelkemélyén, hogy vége van, amikor eljött a Hungáriából? Nem, nem. Szerintem nem tudta. Olyannyira nem tudta, hogy hát ugye voltak próbálkozások, volt a step, mint egy lehetőség. De, de, hát, de az nem működött már azért úgy. Tehát az teljesen más volt. Én azon gondolkoztam idefele, Nekem van egy, volt egy, Isten egy egy keresztapám, aki sajnos tévútra ment, és alkoholista lett, és amikor agydaganatot kapott, akkor elmentem hozzá utoljára találkozni, és megkérdeztem, hogy bánsz-e valamit, és azt mondta, hogy semmit. És nekem az az érzésem, hogy alapvetően most beszélünk Flipper Öcsiről, hogy őben nem ilyen vívódások lehettek, de szerintem ő ezt egy idő után már nem is bánta, hogy itt történt, sőt, hát biztos vagyok benne, hogy, hogy, el is engedte magát, hiszen hát nem véletlen, hogy ilyen korán elhunyt. Tehát, hogy kicsit föladta az az érzésem, és nem azért adta, adta föl, mert mondjuk nem kapott elég segítséget, mert a családtól is kapott, mindenkitől kapott. Hanem az a hiány, az a hiány túl nagy volt benne, és hát ne felejtsük el, hogy egy, <coughs> egy érzékeny emberről beszélünk, aki művész lélek volt valóban, és neki ez is sok volt. Nagyon magára maradt ő. El volt anyátlanodva művészileg, ugye? Igen, főleg azért, mert ugye a dolirólban olyan volt a, a felállás, hogy amikor, tehát ott minden működött, a Hungáriában minden működött az öcsivel kapcsolatban. Öcsinek megírtuk a dalt a fenyővel, én ö, megírtam a dolirólban azt a dalt, amiből, ami átütőség kellett, lett, a Arrivederce Amore című nótát, egy gyönyörű videóklipet csináltunk el, és minden ment a maga útján. Tehát ő neki oda kellett jönni a koncertre, elegánsan fel kellett öltözni, csábosnak kellett lenni a lányok miatt, és, és és más dolga nem volt. És amikor magára maradt, akkor ott volt a, a, az úgynevezett háttéri par, amit mi annak idején a Dolirólnál, én megcsináltam a zenei részt, a Kékes megcsinálta a, az összes adminisztrációs részt, az összes üzleti részt, és ő csak a, bejött a gázsi osztásra, Kékes elővette a papírceruzát, akkor még nem számítógépet, papírceruzát, és azt mondja, most itt van a pénz, a öcsi, igen, jó, 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 nem foglalkozott fel, betett a belső zsebébe, el is felejtette, volt, amikor elővett egy zakót, és tele volt pénzzel. És meg volt mindene. Csak erre, erre mondom, hogy, hogy ugye a, a, az öcsi, amikor magára maradt, akkor ez a háttéripar, ez a csapat, ez a segítő ö, Munka, munka, csapat, az, az, nem volt mögötte. Egyszerűen mint azt is mondod, vagy legalábbis sejteted, hogyha ő megmarad a védőernyő alatt, mondjuk a Hungáriában, megmarad a dolliról védőernyője alatt, akkor lehet, hogy ez máshogy alakul? Ő neki, hogyha lett volna egy olyan csapata, aki neki dolgozik, akkor, ugyan, ak akkor ő fejebb kerül, azt tudja. Ez kimúlott, hogy nem volt csapata? Nem, ő, ő rajta. Ő rajta. Ő ezekben a dolgokban élhetetlen volt? Hogy Igen. Túl laza? Nem laza, inkább azt mondom, hogy a, a föld felett járt. Megszokta azt, hogy, hogy egyszer csak úgy úgy lesznek dalok, egyszer csak lesznek üzletek, egyszer csak lesznek koncertek, turnék lesznek. És ő ezt megszokta, mert hogy a van volt. A vég kezdetét, a lecsúszását. Uh -huh az körülbelül ide is tennéd. Tehát amikor ő kijött a Ez rolkod? az én elméletem, igen. Uh -huh. Hogy nem, tud, nem tudott összeszedni magának egy csapatot, aki neki dolgozik. Te mikor láttad azt, hogy ebből baj lehet? Hát az önálló koncertjei, az önálló karrierjét, amikor megkezdte, akkor éreztük már ugye a jelenségekből, hogy, hogy nagyon ritkán van médiában, nem foglalkozik vele. Már, már, már eltűnedezik, már hallottunk egy-két hírt, hogy elmegy koncertre, és akkor azt nem csinálja meg. Mi miatt? E, figyelj, nem volt egy szervező típus. Bement egy helységre, és szétnézett, azt mondta, hogy Fó, hát én nem fogok fellépni, mondta ezt magának. De azt, hogy ezt közölte volna ott a. A, vagy előre közölte volna, vagy előre informálódott volna, hogy ez egy milyen helyen fog ő fellépni, az, azt ő nem tudta megcsinálni, mert ebben neki nem volt gyakorlata. Ezt mindig megcsinálta valaki más. Ezáltal folyamatosan kikopott a köztudatból, ha jól igen, igen. Kevésbé hívták őt koncertezni. Igen. És azért is ezzel kezdtem, hogy egy ekkora gazdár, aki rajongtak a lányok, igen. azt hiheti, hogy ez a világ életében így marad. És egyszerűen Na. azt vesz észre, hogy nincsenek koncertek. Igen, ez így van. Ez egy hihetetlen nagy zuhanás. Igen, ez egy, ez nehéz feldolgozni. Ezt nehéz feldolgozni. És szerinted ebbe belerecsent? Szerintem igen. Beszéltetek ti valaha erről? Az ő keserűségéről? Arról, hogy Isten igazából miért nyúlt ő a pohár után? Mindenki segített neki. A édesanyja, a húga, Marotviki, én, az utolsó koncertjét én, én szerveztem meg neki már, amikor, amikor már láttuk, hogy tényleg nagyon-nagyon segít, nagy segítségre szorul. Elhívtuk ilyen koncertre, olyan koncertre, a műpába volt a legutolsó koncertje. és elég módon... megrendítő. Igen, lehet te nézni. láttad Igen. akkor. Akkor láttad, hogy megrendítő. De de ezt emberiességből csináltuk meg. Tehát ilyen nincs egyébként a szakmában. Tehát az, hogy valaki segítsen a másiknak. De mi segítettünk. Egyrészt a, a családi viszonyok miatt is, a Viki miatt is, meg az, hogy hát ha, hát, ha az inspirálja még, egy-egy ilyen koncert inspirálja, vagy a siker inspirálja, vagy még, még, még talán uh, lenne kedve dolgozni. Azt láttátok ellépni. rajta? Láttuk, láttuk, igen. Tehát a, már az, hogy, hogy forra vére, azt mondja, hogy igen, ez, ez, ez. Uh, uh, próbálkozott, de fellobbant a és utána elaludt. Uh -huh. Tehát ezt éreztük rajta, hogy még fel, fellobban, hát ha... Hát, tudod, hogyha fújjuk egy kicsit a lángot, hát ha igen. lángra kap. De, de nem sikerült. Az bennetek, ilyen nyugdíj után talán nem Isten kísértés megkérdezni. Az fölmerült, hogy meg tudja -e csinálni? E, igen. De e, az is felmerült, hogy ha ezt meg tudja csinálni, akkor talán még van remény arra, hogy, hogy lesz annyi ereje ezt folytatni. A próbák során milyen volt ő? Ígéretes? Hát mindig sziporkázó. Még a, 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 a amikor már az utolsó stádiumban volt, akkor is, akkor is a zene nagyon feldobta őt. Szeretett gitározni, volt egy kedvenc gitárja azon, mindig tele volt ötlettel, ilyen ö, ö, dal ötlettel, mindig énekelt, mindig megkérte a vikit, a hogy énekeljen hozzá. Hm. Mindig a, akivel dolgozottak a, a nagyon Szóval nagyon aktív, és a zene az nagyon nagyon érdekelte. Te például beszéltél vele úgy szemtől szembe, hogy öcsi, nagy a baj, segítséget kell kérned. Ő ő, ő hívott fel, hogy ezt a szót használta, hogy segítség. Telefonon ezt mondta nekem. Mondta, micsikém, gyere, bármikor jössz, el leülünk, van stúdium, felveszünk dalokat, éneke, úgy, ahogy régen. Gyere el! Jaj, köszönöm szépen, Gabi! Jaj, jövök, jövök! Akkor ö, meg, meg is mondtam, hogy mikor. Mondtam neki, hogy akkor gyere holnap, és már nem jött. Miért szerinted? Mert ö, nem volt erreje Akart ő jönni? Hát akkor, amikor felhívott, és azt mondta, hogy segítsek, akkor, akkor azt mondta, hogy akkor úgy érzem, hogy akarta. De az rögtön mondom, hogy fellobbant, és aztán elhalt. Ő tudta, hogy nagy bajban van? Azt hiszem, hogy az volt a legnagyobb baja, hogy ő nem ismerte el, hogy ő bajban van. Ott ő nem lehet bajban. Hm. Ez volt az ő tudata, hogy ő nem lehet bajban? A Szerintem igen. Művészetek palotájában volt egy születésnapi koncertünk, és ő és ott volt vendég, és egyébként ez volt a, az utolsó fellépése. És akkor azt tudom, hogy én nagyon féltettem őt, és végig izgultam a, a színpad sarkából vagy oldalából, a takarásból. Hogy egyáltalán meg tudja egy csinálni? Nem is azt, hogy meg tudja egy csinálni, mert tudtam, hogy az olyan adrenalin, hogy, hogy meg fogja tudni csinálni csak mégis valahogy annyira, annyira gyengének láttam, mármint bizonytalannak a járását, és ö, ott ugrásra készen álltam, hogy, hogy ne, senki ne vegyen észre sen, semmit abból, amit, vagy ha esetleg bármi megbotlik, vagy bármi ilyesmi. Ennyire nagy volt már a baj fizikai lovim, akkor annyira le volt épülve. Én már úgy éreztem, igen egy ilyen, aztán szólj, ha már átlépünk egy határt, nem akarok elmerülni az ő szenvedélybetegségének a részleteiben, de például egy ilyen koncertet ő akkor már meg tudott csinálni, úgyhogy nem ivott előtte? Vagy már annyira ki volt szolgáltatva a szesznek? Nem, már annyira kiszolgáltatott uh -huh. helyzetben volt, és ezt tudom, hogy, hogy haragudtam is rá, mert, mert a liftben együtt mentünk, és, és éreztem nyilván, tehát amikor már így tényleg az embernek a, a sejtjeiből valahogy így lehet érezni az illatokból. Úgyhogy az, az, egy, az, egy, nagyon furcsa szembesülés volt, de, de valahogy még, még akkor sem akartam én beismerni vagy belátni azt, hogy, hogy ez, ez, most tényleg egy olyan veszélyes helyzet. De tudtam nyilván, hogy mi lesz a következménye, de hogy, hogy annyira gyorsan eljön ez a pillanat utána, arra nem számítottam. Szerinted ő, amikor egymagában volt, és végig gondolta, mindenkitől függetlenül az ő reális helyzetét, fizikai állapotát, ő tudta, hogy mennyire nagy a baj? egyszerűen elképzelésem sincs, de én úgy gondolom, hogy, hogy tudta. Tehát azért nyilván ő, ő egy nagyon okos ember volt. Szerintem ő tudta, de, de minden, minden, lehetséges ponton igyekezett eltitkolni előttünk, és, és inkább mosolyjal eltakarni, vagy egy-egy poénnal. Akart ő élni, szerinted? Én azt gondolom, hogy, hogy már nem. Már nem. nem, szerintem ezt ő föladta. Én úgy gondolom, hogy, hogy talán ez, ez hogyha egy, egy hónapig volt intenzív osztályon, akkor valamilyen szinten ez mégiscsak az ő döntése kellett, hogy legyen. Én az utolsó pillanatig azt reméltem, hogy, 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 hogy ő, ő akar élni. És ezt és tudom, hogy az anyukámmal ugye bementünk meglátogatni őt. Én minden nap egyébként. És volt egy olyan pillanat, amikor amikor odafordultam hozzá, és mondtam neki, hogy, hogy vele, veled kerek a világ, és hogy, hogy ki kell innen jönnöd. És bólogatott, hogy nem. És ez, én azt hittem, hogy tényleg ilyen vicc-vicc ilyen kategória. Mert ő, tényleg, ahogy, a, ahogy az első felesége mondja, hogy ő, nem volt ez a típus egész egyszerűen, aki csak úgy meghal. Hm. Ennél fogva derültékből villámcsapásként ért titeket az, hogy... Így van. Nem is készítettek fel az orvosok? Készíteni próbáltak. Bent voltam az utolsó napon a kórházban, és akkor mondta, mondta az orvos, hogy, hogy, maradjak itt bármeddig, ameddig szeretnék, mert hogy lassul a szívverés, és hogy reggel óta látszik, hogy, hogy dobol valamilyen ritmust az ágy szélén, és nincs, nincs jelen. És akkor én nem is tudom, hogy, hogy mire gondoltam. Én, én, én teljesen abban a, abban a, hiszemben voltam, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy akkor, akkor ő most már meg fog gyógyulni, hogyha lassul a szívverés, akkor, akkor az biztos azt jelenti, hogy hogy most, most, már, most, már, most már nyugodtak lehetünk. Tehát, hogy én nem tudom, hogy hogy fordítottam magamban, de ez teljesen kizártam azt a lehetőséget, hogy, hogy ő, nem erről a földről. Az ő alkoholizmusa ilyen lépésről lépésre haladó történet volt? Tehát kezdte két sörrel, ahogy ez a legtöbb esetben szokott lenni, és a végén már egy beláthatatlan folyamat vette kezdetét? Az az igazság, hogy, hogy szerintem neki nem. Tehát, hogy nem is a mennyiség volt itt a kulcs. Én nem emlékszem rá. Tehát eleve olyan 12 éves korom környékén simán. Ö, Simán volt véleménye arról, aki mondjuk délután négy előtt mondjuk sört megkívánta volna. Tehát <laughs> <laughs> ő, nem, ő ne, neki nem is a mennyiség, szerintem, szerintem egész egyszerűen előadó volt, előadó művész, és, 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 a, és a színpad hiányát azt ő egy olyan közegben próbálta pótolni, ahol, ahol figyeltek rá, ahol ő szórakoztatott. Ezek voltak a kocsmák? Igen. Igen? Igen, így van. És ott meg ugye meghívták, és ő ezt elfogadta, és, és nagyon tisztelet teljesen lehajtotta ott bizonyos emberekkel ezeket a söröket, de, de hogy itt nem korsó sörökről beszélek, tehát hogy neki nem, nem, ő mindig is egy ilyen ínyenc ember volt. Ő, ő, neki ételből sem kellett sok ahhoz, hogy jól lakjon, ő mindig csak ilyen így csipegetett. Neki volt valaha Betegség tudata? Nem. Tagadott a végtelenségük. Így van. Tehát volt olyan, hogy mondjuk elesett, és, és megrepett valamit a vállában. Nem fölpattant és ment tovább. Ti próbáltátok őt elvinni segítséghez, orvosra az adiktológus az elvonókúrára? Így van. Soha nem ment. De eljött. És, és aztán egy, egy hét, maximum egy hét után azt mondta, hogy ő már teljesen jól van. És folytatta ugyanúgy? Én egy darabig szerintem próbálta tartani magát, és aztán, aztán ugyanúgy kellett neki az a közeg, és beindult a duma-duma, <laughs> <laughs> ahogy ő mondta, és, és, és onnantól, meg, onnantól meg gondolom, milyen gépszíjszerűen elkapta ez a dolog. Ő tényleg élt a mának, és megfelelt annak a karakternek, amit, amit látni akartak a lányok. Ugye ez a Jampi, Vagány Jampi halkat. De aztán jött a szembesülés vele, hogy mi van, amit én nagyon sajnálok, és az egész azért lett ennyire szörnyűséges a vége. Mert sajnos itt, itt van, akinek azért a számlájára lehet írni sok mindent. Például a Tehát amit műveltek vele az utolsó éveiben, miközben <coughs> látták, hogy szenved. Látták, hogy nincs tere, és látták, hogy nem fog már visszakerülni oda arra polcra, ahol volt, akkor megengedték maguknak azt, hogy szétszették az alkohol miatt, folyamatosan arról írtak, hogy Flipper az alkoholal küzd, és ha belegondolunk abba, ez egy nagyon méltatlan szerep volt. Folyamatosan védekezni kényszerült, és a másik, ami pedig szintén szomorú és elgondolkoztató, hogy azért voltak az ivó cimborák. Tehát, hogy nagyon nagy felelőssége van mindenkinek szerintem. Abban legalábbis, hogy sok ilyen eset van, amikor valaki nem találja a helyét, és akkor a cimborák még inkább lehúzzák a mélybe. És ugye hát, amikor én foglalkoztam Flipper öcsi életével, akkor a Facebookon rengeteg hozzászólást kaptam, hogy igen, én is együtt ittam Öcsivel. Tehát ugye sik volt vele inni, Lehetett utána mesélni a haveroknak, hogy együtt rúgtunk be öcsivel, miközben szép lassan ő elfogyott, de hát senkit nem érdekelt, hanem fontosabb volt, hogy na, akkor öcsi volt az ivó cimborán, meg öcsi volt a, az ivászatban a partnerem. Szerinted az utolsó mondjuk 10-15 éve neki még lett volna visszaút? Tehát Szerintem. hogyha egy olyan produ nem? Se producer, se nagy szerelem, senki nem tudta volna visszatartani és egy másik pályára állítani? Az nagyon mélyre került, ha volt kísérlet, volt a koncertek, ahol láthattuk az élőt, és hangja sem volt már az igazi, ő sem volt már az igazi. Tehát ebben, ebben ennyi volt, nem volt abban sem szerencséje, hogy azért az a, az a nagy hungária láz, az a rock and roll feeling, ez a 80-as évek végére teljesen lecsengett, teljesen más zenék Milyen vicces, hogy most például az egyik legnagyobb sláger, az pont egy ilyen rock and rob is szerzemény. De hát a 90-es években ez eltűnt, és ő ott maradt, ott maradt ugye a színpadon reflektor nélkül, és hát belegondolunk abba, hogy az ő, akiknek ő bávánt jelentett, tehát azok a lányok, 20, 25 éves, 15 éves lányok, azok 20 évek később már asszonyok lettek, gyerekeik lettek, felnőttek, már más volt a fontos, és csak ő maradt ott egyedül azon a színpadon, a közönsége az eltűnt, és hát ebben nem volt ebben nem volt már lehetőség sajnos. Anyukád egyszer azt nyilatkozta, hogy a nők, ö, azt most mondta, hogy őt, de hogy úgy palira vették. Ő nem tudott bánni a pénzzel, és ilyen értelemben locsolta a nőkre, igen? <gül> <gül> igen, hát mondjuk erre emlékszem, hogy, hogy kisebb voltam, és akkor az anyukámmal mentünk takarítani a lakásába, és a takarítás végére, mind, mindig, mindig minden ponton találtam egy-egy egy nem is tudom, hogy akkor milyen címletek voltak, de valami papírpénz volt, lehet, hogy ezres volt. És és a, vé, a takarítás végére ilyen, nem tudom, hány kupacnyi pénz gyűlt össze. Úgyhogy nem uh, szerintem. Nem, nem. És, és pont, pont egy pár hónappal ezelőtt fogalmazódott meg bennem, hogy ő tényleg nem kötötte magát ehhez az anyagi világhoz, semmivel, sem egy autóval. Volt neki nem tudom hány bogárhátúja, meg uh, citroen kacsája, így az, az utóbbi években, vagy az életének az utolsó szakaszában. Hát a legenda szerint, amikor lerobbant az autója, akkor, akkor ott, vette egy újat. Így van. Ott hagyta, vette egy újat. Így van. Ez nem probléma. <laughs> a végére maradt neki pénze? Nem tudom. Nem, nem, nem tudom. Nélkülöznie nem kellett? Mindig ott voltunk mellette, az az igazság, tehát tényleg az anyukámmal maximálisan, hogyha pénzre volt szüksége, hogyha fel kellett tölteni a kártyáját, hogyha tévére volt szüksége, maximálisan ott voltunk. De nyilván ez nem az az állapot, amit ő megszokott, hogy, hogy két kézzel szórja meg, hogyha kipattan a fejéből, akkor most elutazik Olaszországba, meg beül be a kocsiba, vagy vagy most nem tudom, valamelyik barátjának születésnapja van, és akkor visz neki egy autót. Mert ilyen is előfordul. Igen. De a vége felé ő már nagyon szerény körülmények között élt? Igen. Szerény körülmények között, de, de tényleg ott voltunk mellette. Arról mit tudsz, ha már arról beszéltünk, hogy nagyon vágyott a családra, hogy állítólag neki van egy fia? Nem, hogy állítólag, hanem, hanem ez már ki is derült. Ez ki is derült. Tehát ez egy bizonyított dolog volt, genetikai vizsgálat, és, és ez teljesen egyértelműen kimondta, igen. Ők találkoztak valaha? Nem. Tudott ő róla? Ez egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy tudott-e róla. Én, én ugye az unokaöcsém édesanyjával beszélgettem, és, és emetek kellett volna, hogy tudjon róla, tehát... Ő, ő megpróbálta valahogy ezt így tudatni bele. Mármint öcsivel a fiú. Igen, igen, csak hát most nyilván abban az időszakban bárki me oda mehetett volna valahova, és mondhatta volna azt, és üzenhette volna azt neki, hogy, hogy hát van egy <gysz> gyermeket. Mert főre, hogy esélyt mert, adott rá, hogy, úgy érted. Igen, tehát hogy, hogy ő tényleg ez a típus volt, ami számomra felfoghatatlan, tehát én nem tudom ezt, ezt elképzelni, mert hogy ő egy annyira érzelmi ember, hogy én ezt nem, nem tudom elképzelni, hogy hogy lehetett ez, hogy hogy ennyi féle csaja volt, de de ezek szerint. Hát még. kettő is. nem zárja ki egymást azért. Jó, csak hogy, hogy, hát, hogy tényleg ő minden szívvel csinált, és akkor ezt így. Hogy, hogy? <gül> <gül> szerinted, szerinted, ha ő tudja, hogy neki van egy fia, akkor bármit változtatott volna rajta a felelősségérzet? Az, hogy van egy lenyomata, egy utódja? Én nem gondolom. Én, én, nem, nem gondolom, hogy bármit változtatott volna. Hiszen nem vele nőtt fel, nem volt az élete része, és hogyha találkoztak volna egy-egy pillanatra, akkor biztos arra a pillanatra erőt adott volna neki, de én, én nem nem tenném felelőssé, mondjuk így gond, még gondolatban sem a, az unoka öcsém édesanyját, hogy most, most például az ő probléma, vagy az ő, ő, az oka annak, hogy ez történt, mert hogyha tudta volna, akkor, akkor, biztos nem így lett volna. Én nem, nem gondolom. Szerintem egy kicsit túlságosan könnyedén vette tudomásul a szakma azt, hogy Flipper öcsi nincs, és hogy Flipper öcsi kihullott. Ez részben mondhatjuk azt, hogy önzőség, részben pedig, és mondom, nem kárhozhatom őket, mert, mert mindenki rohan a megélhetése után, és ö, tényleg magára sincs ideje, de itt is azért, itt is érzek egy kis egy kis nagyobb összefogással, ha megálltak volna egy pillanatra, akkor talán ez egy ilyen ideális gond, idealisztikus feltevés, vagy romantikus gondolat, hogy, hogy lehetett volna egy olyan pont, amikor ez megváltozik, ez a, ez a szakadékban a rohanás, de talán lehetett volna. Ő szerintem mindenki tudja az ő környezetében, hogy lehet-e lelkismert fúdulása vagy sem. Szerintem a családjának nem lehet, a testvérnek nem lehet, a szédes nem lehet. Akiknek lehet, azok a többiek, mert ugye mi voltak elég sokan körülötte. Rajtatok kívül? Maradtak emberek ő körülötte? A családon kívül. Ö... Egyedül Nova tudom említeni, aki igazán maximálisan szívből ott volt mellette, segítő szándékkal, és nem úgy, hogy utolsó bört bőr, lenyúzva róla még. Ilyenek is voltak ilyen barátok? Sajnos igen. Pénzre nem gondolsz? Nem, nem pénzre, hanem, hanem az ő nevéből sikert fabrikálni vágyó emberekről beszélek. Novai Gáboron kívül a döntő többségről úgy gondolod, hogy ez motiválhatta? Nyilván ez is, vagy, vagy nyilván az az életkörülmények nem tették lehetővé, mert mondjuk külföldön volt, vagy mert nyilván azért, hogyha valaki nem, nem a, a szoros család, akkor most hogy is lehetne. Tehát, hogy ez nem, nem is ilyen elvárás szintű dolog, vagy, vagy nem, nem hiszem, hogy egy barátság az az itt mérendő, hogy most napi szinten kilátogatta meg a kórházban. De tényleg voltak olyan emberek, akik akik úgy jelentek meg, miután ő meghalt, hogy tényleg soha életemben nem hallottam róluk, és ők állították, hogy ők barátok, és, és egy, egy ideig még, még mosolyogva elhittem mindent, és aztán rájöttem, hogy hogy ne, de hát, de hát én nem, nem is hallottam róla, és azért, azért mi ott voltunk az öcsi mellett napi szinten, meg azért volt, hogy, hogy együtt töltöttük a hétköznapjainkat, tehát úgy, hogy együtt feküdtünk este, és együtt ébredtünk reggel. Szerinted, ugye azt mondtad, hogy ő valószínűleg már nem akart élni. Szerinted minden. ő összességében egy boldog ember volt? Szerintem igen. Igen? Szerintem ő, ő maximálisan, ezerszázalékosan minden sejtjével, minden érintésével úgy érzékelte ezt az életet, ahogy ahogy én, én minden kíván, mindenkinek kívánom, hogy, hogy, ennyit fogjon fel az életéből, és így, így érzékeljen, ahogy ő. Mondtad, vagy úgy gondolom, hogy talán a spiritualitás olyan távol nem áll tőled. Nem. eszedbe jut néha, hogy mit mondana azóta eltelt tizenvalahány évben? Úgy kezdeni, hogy angyalkám, de hogy mit mondana? Néha eszedbe jut, hogy mi lenne úgy az utolsó testámentum ez alatt a tizenvalahány év alatt most már? Szerintem ez a legfőbb, amit mondana, hogy angyalkám. Szomorkodni még a hülye is tud, az nem nagy kunst. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.